A vasárnap esti Magyarország-Horvátország Európa bajnoki selejtező előtt a két ország újságíró is összecsaptak egy mérkőzés erejéig. A 2x25 perces jó hangulatú találkozón 5-4-es magyar siker született. A mérkőzés után pedig mindkét oldalról megszólaltak az esti összecsapásról, valamint az is kiderült, hogy a horvát kollégák nem feltétlen vendégsikert várnak. A Magyar Sportújságíró Szövetség és Szőlősi György kezdeményezésére játszottunk a horvátokkal most a nagy meccs előtt. Szoktunk egyébként korábban is, a Gyuri gyakran szervez ilyen mérkőzéseket, és rendkívül jó felvezetése ez a nagy meccsnek. Ez egy fölényes győzelem volt, az erőre sejteti az esti mérkőzés eredményét? Hát annyira fölényes azért nem volt ez a győzelem, 5-4, szóval szoros volt a vége, bár vezettünk két góllal szinte végig. Én nagyon elfogadnám ezt az esti találkozóra is, bár attól félek, hogy egyrészt nem fog 9 gól születni ezen a találkozón, másrészt nem a miénk fognak 5-öt rúgni, de egy tisztességes döntetlennel én nagyon elégedett lennék. Ha esetleg egy szűk győzelem bárhogy foggal körömmel csúszva, mászva összejönne, akkor az nagyon-nagyon jó lenne. Mindig az ember szerintem foci szurkoló az olyan, hogy mindig bízik. Tök mindegy, hogy kivel játszunk, hogyha a VB bronzérmese vagy bocsánat, ezüstérmese játszunk, akkor is, hogyha németekkel, brazilokkal, akkor is a magyarban mindig ott van a magyar szurkoló van egy kicsi, hogy hát ha egyszer lehet nekünk is egy nagyon jó esténk, úgyhogy ebben bízom én is, ezt az eredményt meg természetesen elfogadnám. Hát a realisták vagyunk, akkor jó lenne nagyon szoros eredmény, nyilván jó lenne pontot szerezni. Mi ezt megtettük már, lehet példát venni rólunk. Én azt gondolom, hogy ha a realitást nézzük, akkor a döntetlen az tök jó. Hú, ez most nagyon ilyen szakkommentátorira sikeredett. Egy döntetlen, gyerekek, hozzunk össze, ez a lényeg. A közönség is besegít, meg a tévékészülék előtt ülök is besegítenek, és akkor csak össze jön, mert ebben most van ebben a csapatban egy kis kraft. Szerencse is jó lenne, hogyha mellénk társulna. Sose tudhatod, hogy mi fog történni a mérkőzésen. 3 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a magyarok tovább jutnak a csoportból az Európa bajnokságon, és igazam lett. Úgy gondolom, a horvátoknak nem kell nyerniük, a döntetlen jó eredmény lenne mindkét csapatnak. Három nappal ezelőtt kemény meccse volt a horvát csapatnak, keményebb, mint azt korábban gondoltuk, ugye Azerbajdzsán ellen. Ezért azt gondolom, hogy nem fogunk kockáztatni, viszont talán a magyarok fognak, mivel vereséget szenvedtek Szlovákia ellen. Teljesen természetes, ha elveszítünk egy mérkőzést vagy döntetlent játszunk. Nagyok az elvárások otthon a horvát csapattal szemben, de talán jobb a selejtező csoporton belül pontokat veszíteni, mint később a nagy tornákon.